Három témába tartjuk a sajtótájékoztatót. Az én tisztem az, hogy az úgynevezett devizahiteleseket mentő törvénycsomagról meséljek. Ma az MSZP frakció támogatta a kormány előterjesztését. Támogattuk, mert egy kis előrelépésnek tartjuk. Egy pici előrelépés, mert világossá teszi törvény által is a kuria döntését. Tisztességtelen magatartás, az árfolyamrés alkalmazása, és tisztességtelen dolog egyoldalúan szerződésmódosítva kamatokat emelni. Pici előrelépés tehát, és ezért támogattuk. De nem oldja meg a problémát. A probléma az maga az árfolyam. 2010-ben 265 forintba került egy euró, mikor átadtuk a kormányzást a Fidesznek. 185 forintba került egy svájci frank ugyanebben az időpontban. Tegnapi nap folyamán, vagy ha megnézik a mai árfolyamokat, több mint 310 forintot kellett fizetni egyetlen euróért, és bőven 250 forint fölött kellett fizetni a svájci frankért. Ez az igazi probléma. És az, hogy a kormány ezen a téren nem hajlandó semmit tenni, magára hagyta a forintot, és ezen keresztül sorsára hagyta a magyar családokat. Az MSZP ezért egy javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek, ezzel kiegészülve lehet csak teljes a mentőcsomag. Ennek a javaslatnak az a lényege, hogy a kormány több luxuskiadás és presztus beruházás zárulásával különítsen el 300 milliárd forintot. Ezt a 300 milliárd forintot fordítsa az árfolyam veszteségek pótlására. Ezen kívül a kormány hozzon létre egy ingatlanalapot, ami a legnagyobb bajban lévő devizahiteles családokon tud segíteni, azon családok, akiknek munkájuk sincs már, munkajövedelmük sincs, semmilyen módon nem tudnak törlesztő részt fizetni, viszont nem szeretnénk, hogyha lakásukból ki kellene költözniük. Az ő esetükben egy tárgyalássorozat végén egyfajta leasing szerződéssel meg lehet azt oldani, hogy tulajdonosból bérlővé váljanak. A harmadik eleme ennek a javaslatnak pedig az, hogy a kormány tegyen meg mindent egy olyan gazdaságpolitikáért, ami nem gyengíti, hanem erősíti a forintot.